Karácsony közeletével szeretné mindenki egy kicsit otthonosabbá, hangulatosabbá tenni a lakását, ezért különböző díszeket, égősorokat szoktunk kihelyezni a lakás különböző pontjaira. Azonban sem ezeket, sem pedig az adventi koszorút nem szabad felügyelet nélkül hagyni. Hogy miért? Erre adunk most választ. Sajnos egyre több a évenként a karácsonyi tűzesetünk. Ez részben köszönhető az adventi koszorúknak, majd később ugye a karácsonyi időszak beköszöntével ugye a karácsonyfa tüzeknek is. Itt én két részre bontanám a dolgot. Az első az a nyílt lánggal üzemelő dekorációk, tehát az adventi koszorúk, különféle díszgyertyák, mécsesek, illatmécsesek. Ezeknél mindenképpen nagyon fontos arra figyelni. A legfontosabb szabály az, hogy ne hagyjuk őrizetlenül. A másik, hogy semmiféle éghető tárgyat, éghető anyagot ne hagyjunk a közelébe. Ügyeljünk arra, hogyha ezt az ablak mellé tesszük, akkor a függöny egy kis húzat hatására sem kerülhessen a láng fölé, hiszen pillanatok alatt ezek a nylon függönyök ugye meggyulladnak, és hatalmas pusztítást tudnak a karácsony közelettével okozni. A másik, amire szeretném a kedves lakosság figyelmét felhívni, ezek a különféle világító dekorációk. Igyekezzünk olyat választani, amin CE jelzés van, tehát az Európai Unió által elfogadott jelzéssel ellátott eszközök. Kerüljük a különféle házi praktikákat, illetve a házi készítésű égősorokat, hiszen ezek is nagy bonyodalmat tudnak okozni.